Vannak rég bevált módszerek a kullancs eltávolítása, például a zsírral kenjük be, vagy gyufa parazsat nyomunk hozzá. Nem ezek lennének a legegyszerűbbek? Az előbb kitértem erre, ismétlem, hogy a, mindazok a módszerek, amelyek a kullancs hát haláltusáját hozzák létre, megfullasztják magyarul, vagy megperzselik, ezek a természetesen megölik a kullancsot és eltávolítható ilyen formában, de megnövelik a valószínűségét annak, hogy a kullancs az agóniájában beöklendezze azokat a nyálmérigyében, potrohában, különböző hát módon a szervezetében tárolt kórokozókat, amelyek esetlegesen benn vannak. Természetesen nem minden kullancs fertőzött, tehát ez csak abban az esetben érvényes megállapítás, hogyha a kullancs fertőzött, de tekintetel arra, hogy a kullancs fertőzöttsége a két fontos megbetegedés, a számunkra fontos megbetegedés, tehát állatorvosok és állatok megbetegedését okozó baveziózis és Lyme-kór tekintetében jelentősen nő és folyamatosan nő, én azt gondolom, hogy ezeket a régi, talán régen bevált módszereket ne alkalmazzuk, ha lehet, mert megnövelik a valószínűségét, hogy a fertőzöttség az valódi megbetegedésé alakulhasson kutyánál.